A Filharmónia Magyarország szervezésében meglepetés szerenádokat hallhatunk itt Mezőtúron nálunk is. Ez alkalommal a Litus Részfúvós Quintet látogatott el Mezőtúra. Mielőtt a zenekarról beszélgetnénk, hogyan fogadta ez a zenekar ezt a programot, ezt a program sorozatot, amit a Filharmónia Magyarország hívott össze? Hát most ott tartunk, hogy egy hét alatt lassan a 15. koncertüket adtuk. Igazából nagyon jól esett a felkérés, mert ez az időszak, ez minket is arra kényszerített, hogy otthon üljünk a kis magányunkban, és bár szerintem mindenki elővette a hangszerét, de ettől függetlenül a közös muzsikálás az nagyon hiányzott. Valamikor az első koncertek után nyilatkoztam valakinek, hogy amikor kitettük a kottát és meghaltuk egymást, az nekem is egy ilyen teljesen furcsa érzés volt, hogy majd másfél hónap kihagyás után végre együtt muzsikálhatunk, és szinte azt kötött le, hogy ott koncentráljuk, hogy egyáltalán abban a szituációban tudjak belekerülni. Szóval örültünk neki, mert így mi is együtt muzsikálhatunk. Mezőtúr mellett milyen településeken bukkantok fel? Mezőtúr mellett, hát elsősorban ahova hívnak bennünket, de voltunk Sátoraljaújhelyen, Kisvárdán, Mátészalkán, Mezőkövesden voltunk, Karcagon voltunk, és hát most Mezőtúron zárjuk a mai napot. És ugye a mai napig azzal fogadtalak, hogy a szél nem tudom mennyire befolyásolja a megszólalását a zenekarnak, mennyire befolyásolja? Hát szerintem semmennyire, legfeljebb jobban viszi a hangot. Hál' Istennek ezek azok a hangszerek, amiket a szél egyáltalán nem zavar, legfeljebb nagyobb levegőt tudunk venni közben. Szóval részfúvós hangszerek talán azért is egy jó választás, mert elég harsány a hangjuk ahhoz, hogy egy ilyen nagy téren is eljusson mindenkihez, és talán a repertoár is olyan, hogy pörgősebb, és mi is azért ügyelünk arra, hogy ez a repertoár, amúgy, hogyha már a repertoárról beszélünk, hogy ez olyan legyen, hogy ránk jellemző. Tehát nekünk rengeteg olyan hangszerelésünk van, amiket csak mi játszunk, hogy ne legyen az, hogy nagyon sok részfúvós kvintett van Magyarországon és szerte a világban, nem szeretnénk mindig ugyanúgy megszólalni, ugyanazokkal a számokkal, hát tulajdonképpen tényleg ez biztosítja az, hogy ahol a Litus megszólal, ott biztos, hogy a repertoárnak legalább a kétharmada saját hangszerelésekből áll. És ugye már kicsit belekaptunk a következő kérdésemben. Ha jól emlékszem, 2002-ben alakult a formáció. Hogyan lehetne benneteket bemutatni a mezőtúri közönségnek, hiszen már hallottak benneteket? Igen. A Litus Részfúvós Együttes valóban 2002-ben alakult, és hát mostanra, ez alatt a 18 év alatt, most már kicserélődött azért az együttesnek a jó része. Bár a tuba, a harsona és a kürt az még mindig ugyanaz, a személy, aki az alapításkor szerepelt, de a két trombitás már más, tehát nem az eredeti tagok zenélnek a csapatban, és ez egy nagyon érdekes sztori, mert mindig el szoktam mondani, hogy a srácokat én tanítottam középiskolában, van, akit már zeneiskolában is tanítottam, és egy olyan 7-8 évvel ezelőtt kerestek meg, hogy elköltözött az egyik trombitás Debrecenből, és szálljak már be a csapatba. Óriási megtisztelés volt, hogy még mindig bíznak a tanárukban, és hát jól esett, és azóta is jól tudunk együtt dolgozni. És gondolom nem utolsó sorban nekik is megtiszteltetés, hogy elvállaltad ezt a posztot. És hogyha a repertoárról beszéltünk, ide hogyan válogattatok? Ugye ez egy mini koncert, mi alapján, a saját ízlésetek alapján, vagy amit úgy gondoltok, hogy talán könnyebben fogyasztható? Most már azért elég sok fellépésen vagyunk túl, nem csak ezeken a kis rövid karanténos fellépéseken, és nagyon jól érzékeljük minden egyes alkalommal, hogy mi az igény, ami mondjuk a közönség részéről esetleg felmerül, vagy pedig melyikek azok a számok, amelyikek úgy hatnak a közönségre, hogy akár táncra perdülnek, vagy jobban tapsolnak, éjjeneznek. Ezeket próbáljuk mindig a repertoárba beépíteni, ezeket próbáljuk például áthangszerelni, hogy eljátsszuk, sok kéréssel találkozunk például, amikor megyünk ilyen fellépésekre, és azokat mindig igyekszünk figyelembe venni, hogyha legközelebb mondjuk oda visszamegyünk, akkor volt már ilyen, hogy kedveskedtünk valakinek egy szám hangszerelésével. És ugye, hogyha böngészünk rólatok az interneten, azt láthatjuk, hogy számos versenyen, számos díjat nyertetek már. Hogyha nem lenne ez a karantén időszaka, akkor hol találkozhatnát bennetek, vagy veletek a közönség, hol jellemző, ahol játszotok? Beltéren, vagy kültéren? Az utóbbi időben, hogyha visszaemlékszem a fellépésekre, akkor inkább a kültéri szereplések voltak túlnyomó részt. De előfordult az, hogy ülőkoncertet csináltunk, akár filharmoniás sorozatra, hogyha gondolok iskolásoknak.
vegyes, de a kültéri most valahogy úgy túlteng az utóbbi időben. Talán ez jobban tetszik a közönségnek. De ez illik is az amúgy a részfós hangszerek arculatához, úgy gondolom.